يلا شاغلين، يلا يلا هوب يلا هوبا هوب 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 هوب. Miért mindig a legfurább helyzetekbe jutnak ötletek eszembe? És úgy is el fogom felejteni, úgyhogy jövőbeni önmagamnak üzenném, hogyha megnézed ezt a videót, akkor készíts egy árkád gépet. Egy árkád gépet, jó? Oké. Okay. Hello. Miért mindig a legfurább helyzetekbe jutnak ötletek eszembe? És úgyis el fogom felejteni, úgyhogy jövőbeli önmagamnak üzenném, hogyha megnézed ezt a videót, akkor készíts egy árkád gépet. Egy árkád gépet, jó? Oké. Okay. Hello. Oh, a franc, ugye meg. És igen, srácok, meg is érkeztünk ide a szabászatra. Egyébként most pont kajaszünet van, de ahogy vége lesz, akkor Lacika, barátom, le fogja szabni nekem itt ezen a szabászgépen, abból az anyagból a kabinetnek az alkat részeit. Csináltam neki már egy szabászjegyzéket, azt ugye beviszi majd ebbe a gépbe, és ez az automata szabászgép szépen leszabja nekünk a különböző alkotó elemeket, amit utána mindjárt megyünk és megmunkáljuk CNC-vel. Közben meg is érkeztünk ide a CNC műhelybe, Laci barátom már levágta az anyagot, én pedig előzőleg megírtam a programot a különböző alkatrészekre, például, ami leginkább fontos, ugye a kabinetnek az oldala, amit mindjárt megfogunk. El fogunk készíteni. Kicsit zaj van ugye a porelszívótól, remélem azért hallani. Egyébként a hangszóróráshoz is megírtam a programot, ami így fog kinézni. Gyorsan leellenőrizzük, ugye 132-es szerszámmal fogjuk készíteni, ami nem más, mint egy sok élő gyémánt szerszám. És gyors, meg kell még annyit néznem, hogy a 132-es szerszámot hova fogjuk elhelyezni. 132-es szerszám a 8-as pozícióba fog helyet foglalni. Amit elforgatunk. Egyébként ez lesz az a szerszám. És elmegyünk hátra és berakjuk a
gépbe. Ugye itt foglalnak helyet a különböző szerszámok, éppen az aktuális művelethez, ami kell, és ugye a 8-as szerszám tárba mi behelyezzük azt a szerszámot, amivel dolgozni fogunk. Ő itt a vákumszivattyú, ennek köszönhető az, hogy nem kell rögzíteni ugye az anyagot, hanem egyszerűen maga a gép vákumot képez az anyag alatt, és így rögzítődik úgymond az anyag. Árkád, bal oldal, rendben. Most még zajosabbak fogunk lenni, bekapcsolom a vákumszivattyút. Nem tudom, mennyire tudok beszélni, amíg marja. Mondom, elég hangosak vagyunk. Szerencsésen elfelejtettem megnyitni az elszívó berendezésnek a rostéját, így most hatalmas por lett. De majd lefújhatjuk sűrített levegővel, és akkor meglátjátok, hogy mégis milyen a... milyen lett a ragasz szerkezet. Egyébként én ezen a gépen dolgozok, vagyis ezeken a gépeken ugye kettő darab ilyen CNC moró van itt, megmunkáló központnak nevezik, ugye onnan abból a szerszámtárból lesz fel a szerszámokat, és ugye ő itt a vezérlése. Amint látjátok, kész is a kabinet egyik oldala, meg fogom csinálni a másikat is, meg a többi megmunkálást is elvégzem, és ezután már az összerakás művelete fog megtörténni. Először is bocs, hogy ilyen felvétel van, csak most jutott eszembe, hogy kellene videót csinálni közben arról is, hogy hogyan rakom össze ezt az egészet. Hát egy kicsit megcsúsztam, néhány kép így van. Levagdossam őket, hogy mi volt a folyamat.
Hello, Sándor! Na, kész vagyunk. Mármint szerkezetileg mondhatni, hogy a kabin elkészült. 99%-ban mindjárt mondom, hogy mik nincsenek még rajt meg. Gyakorlatilag szinte nagyon kevés dolog. Ugye itt van a TV távirányítója, a TV-ben van építve, amint látjátok. Ez csak ide van ragva, mivel ez cserés lesz. Ezt csak azért raktam ide, hogy le tudjam mérni az üveg méretét. Egy kézzel egy kicsit nehéz bepakolni. Végre sikerült. Na, ugye csak azért raktam oda, hogy ezt az üvegméretet ezt le tudjam mérni. Pontosan ugye ide fog beilleszkedni ide, ebbe a horonyba az üveg, és ide fog rátámaszkodni, és körbe lesz szegve lécekkel, amik szintén feketék lesznek, mert az alapszíne fekete lesz egyébként a kabineknek, de még mindjárt beszélek egy-két szótról. Egyébként itt vannak az üvegek, le vannak vágva, vannak csomagolva, úgy ahogy ott van még egy-két szerelőléc, úgyhogy még itt kupi van. Ugye úgy fog zajlani a következő folyamat, hogy ide bele fog, meg ide kerülni a gombszett és a mi az? Kar. Kicsit fáradt vagyok, bocs, srácok. És akkor mondhatni kész, nem ebbe, hanem a MDF-be fogom kimarni, hogy egy tartósabb legyen egy kicsit, és akkor ugye ide fog bekerülni az üveg lesz maszkolva, tehát a tévé nem fog látszani feketével, körbefújva belülről, és csak a képernyő látszik. Egyébként rakhattam volna LCD-t is, meg megmondom őszintén, vettem is egy LCD TV-t, 4-3-asot elég nehéz is volt találni, de nem. Úgy döntöttem, sokkal könnyebb lett volna vele dolgozni, mivel ugye azon van monitor bemenet, nem kellett volna átalakítanom a jelet másfajtává, RCA-vá, ugye, hanem egyszer egyből lehetett volna ugye monitor csatlakozóra kötni. Meg egy csomó minden előnye lett volna, viszont azért nem akartam, mert nem autentikus. Mindenképp egy gömbölyű képcsöves katód sugárcsövet szerettem volna displayként. Ide jönnek ugye a hangszórók, belülről ott még nincsen kiképez, vagy nincs beszerelve ugye. A vezetékelés, szerelés az egy következő videóban lesz egyébként. Még mit akartam? Igen, a szíve, lehet, hogy nem esett róla szó, itt a végén elmondom, hogy mik lesznek még, mik következnek. Egy laptop fog belekerülni, és egy emulátor, amin sok ezer arcade játék fog helyet foglalni. Igen, egy laptop fog belekerülni, kettő hangszóró fog belekerülni, kettő ugye car setup, vagy ilyen set fog belekerülni, és gyakorlatilag mondhatni, hogy kész. Ja, és a design! És a design! A designt szándékosan nem akarom megmutatni, az iszonyatosan nagyot fog ütni, rohadt jól fog kinézni, nem akarom elmondani, pedig megmutatnám. Szerdán fogok menni, hát szerintem szombaton vagy vasárnap ez a videó felkerül, szerdán fogok menni egy grafikai stúdióba, ahol elkészítik a teljes dizájnját a toboznak. Azért gyakorlatilag kopasz faforgás labból készült, mert teljesen lényegtelen, hogy miből készült van, úgyis le lesz fóliázva az egész, és iszonyatosan jól fog kinézni. Ugye ide is üveglap kerül, és mivel oda is üveglap kerül, így az egy ilyen áttetsző fóliát fog kapni, ott is ugye designed, és belülről meg lesz világítva az egész. Szóval így fog kinézni, nem tudom mit mondjak még róla, szerkezetileg kész, már csak a külcsíny van hátra, és a belbecs, tehát az emulátor, meg ugye a laptopot bele fogom rakni, amit hozzájutottam, kevény 3000 forintért jutottam hozzá egy kétmagos Intel 2 giga RAM, tök alap laptop, de viszont nagyon jó, azért gondoltam laptopot egyébként, azt még így elmondanám, mert sokat gondolkoztam rajta, hogy valami számítógépet belerakni, csak azért jobb a laptop, igazából azt is nagyon olcsón már egy használatot hozzá lehet jutni, viszont ugye ott az mindenféle interfész már integrálva van, tehát van billentyűzetünk, meg van egerünk kapásból, touchpadunk, meg van monitorunk is, hogyha valamit kell intézni, ugye az emulátorral, vagy a Windows-zal, akkor nem kell rákötnünk billentyűzetet, egeret, meg mit tudom, perifériákat, hanem egyből
Egyből tudunk dolgozni vele. Na, ott az maradékanyag egyébként, meg itt vannak itt mindenféle dolgok, de majd falakulunk. Következő részben várlak benneteket, ami remélhetőleg ugye jövő hét vége fele fog érkezni. Na csá!